Egymás mellett álltak az új autók, és a vevők is gyakrabban betértek a nyíregyházi autószalonokba a koronavírus járványt megelőzően. Az elmúlt egy hét a korlátozások feloldása már hozott változást az új autók értékesítésében, azonban a piac rendeződéséhez még sok időre van szükség. Ja, az első negyed év az még a piacon tulajdonképpen a szokásos mederben folyt. Nem lehetett észrevenni az első negyed évben, hogy már jelei voltak ennek a járványnak. A megrendelt autók és azoknak az átadása az folyamatosan ment az első negyed évben, áprilisban is. Körülbelül április elejétől lehet érezni azt, hogy nagyon visszaesett a gépjármű értékesítés szinte minden márkánál, minden modellnél. Hát ennek ugye az okát nem kell magyarázni. Jelenleg ilyen 20-25%-on megy a gépjármű értékesítés Magyarországon, esetleg 30%-on. Most az elmúlt napokban, nyilván a korlátozások feloldása miatt is, azt lehet tapasztalni, hogy növekszik a lidek száma, tehát több a bejelentkező személyesen is, telefonon is, e-maileken is, tehát most elindult egy kedvezőbb tendencia. Csősz Ferenc hozzátette, jelenleg az első negyedéves forgalom 50-60%-át szeretnék elérni az értékesítések számát tekintve, ehhez azonban a vevői bizalom visszarendeződésére van szükség, a járványhelyzet pedig a gyártási kapacitásra is hatással lehet még a későbbiekben. Több márkánál az jellemző, hogy nincs elég gyártási kapacitás, vannak azonban márkák, ahol túlkínálat van, mert felhalmozódtak a készletek. Nem lehet egyöntetően azt mondani, hogy kevés a gyártási kapacitás, vagy felesleg van. Összetett a kép. Én azt gondolom, hogy általánosabban inkább azt lehet mondani, hogy a gyártás kapacitás hiánya miatt inkább kevesebb az autó. A VLTP, a CO2 kibocsátás miatt is gépjárművek gyártásában változások voltak, tehát nem csak a járvány miatt és a gyárak állása miatt van ez a probléma, hanem a CO2 kibocsátása miatt a gyáraknak ugye át kellett állni, közben érte a gyárakat ez a leállás is. Összefoglalva én azt gondolom, hogy inkább jelenleg hiány van a piacon, egyes márkáknál viszont vannak feleslegek. Csősz Ferenc hozzátette, előre láthatóan a következő 3 hónapban tud majd visszarendeződni a gyártás, és év végére a negyedik negyedévre érhetik el azt a szintet, hogy teljes egészében ki tudják elégíteni a vevői igényeket.